Köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel. Valamennyien a Vitalitás, azaz Élet Erő című műsornak a nézői, Béki Lászlóék a műsor gazdája, és a mai napon dr. Csicsor Jánossal, akit köszöntök, szervusz, köszönöm, hogy itt vagy. Én is köszönöm. Egy rendkívül nehéz dolgot szeretnék megbeszélni. Erre a műsorra évek óta készülök, csak még lélekben nem voltam kész. Most viszont igen. Ahogy az ember visszanéz a saját praxisára, hogy milyen volt a 80-as évek végén, milyen volt a 90-es években, és milyen most, akkor rájön arra, hogy a kikérdezés, az anamnézis fölvétel és a terápiás protokoll között ég és föld a különbség. Össze nem lehet hasonlítani. Az az érdekes, hogy annak is kitűnő eredményei voltak. Kőkemény, materialista szinten. Most, amikor az ember elkezd egy kicsikét gondolkozni, és amit Csicsor doktortól is tudok, Szent Györgyi Albertet idézte, hogy az élőt az élettelentől az elektron vándorlás, az elektron transport különbözteti meg. Elkezdtem gondolkodni, hogy igaz-e ez, valóban ez-e a végállomás, vagy pedig valami más is van. Hát segítségül hívtam a Bibliát, gondolom elég hiteles, és benne van az, hogy Isten lelket lehelt Ádámba. A másik, amit szintén segítségül hívtam, a magyar népi bölcseleteket. Szívvel, lélekkel. Ugye tudjuk, hogy a szív a legnagyobb elektromágneses erő a szervezetünkben. 10-szer, 20-szor, 100-szor nagyobb, mint az agy. Szívünk dönt, arra kell hallgatni, nem az agyra. Vagy lelkesedben csinálja a dolgot. Vagy megszólalt benne a lelki ismeret. És a végállomásnál pedig az, hogy ki lehelte a lelkét. Tehát Isten belé lehelte, én meg kilehelem. Mi van a kettő között? A kettő közt van egy bizonyos idő, ami alatt nekünk azt a testet, ami átmenetileg a léleknek a gazdája, illik a legnagyobb gonddal, a legnagyobb tisztelettel, a legnagyobb szeretettel, hozzáértéssel ápolni, mert egyáltalán nem mindegy, hogy a Teremtő milyen házat ad a léleknek. Részben genetika, részben elkerülhetetlen környezeti hatások, de részben rólunk is szól a dolog. Tehát, hölgyek, urak, a léleki az elsőbség. És amikor erre a műsorra készültem, akkor azon gondolkoztam, hogy melyik lesz az a kollégám, akivel ezt én megbeszélem. És úgy döntöttem János melletted, ja, hisz annyi minden filozófiai dolgot együtt már megbeszéltünk, hogy ez egészen biztos be fog illeni hozzá. Milyen lélekkel hallgattad meg ezt a bevezetőt, milyen szívvel, milyen lélekkel érted meg, vagy érezted meg, és hölgyeim, uraim, ezt önöktől is kérdezem, ezeket a bevezető szavakat. Köszönöm, hogy itt vagy, tiéd a szó, barátság. Köszönöm a meghívást. Én nagyon örülök ennek, mert valóban nem sok fórumon, vagy nem sok emberrel lehet egyáltalán ezekről a dolgokról őszintén beszélgetni, pedig úgy gondolom, hogy ebben a mai világunkban ez itt lenne az ideje erről is beszélni, nem csak a matériáról. Hiszen ha visszagondolunk, az 1800-as évek közepe körül kezdett szétválni az alkímia, ugye az égi kémia, a matériára, az úgynevezett tudományra és a vallásokra, a hitekre. És gyakorlatilag ezzel, akik ezt létrehozták, elérték azt, hogy a mai úgynevezett technikai civilizáció létre tudott jönni, úgy gondolom, hiszen a tudományt onnantól kezdve azt nevezték tudománynak,
amit lehet mérni. Amit nem lehetett mérni, azt nem nevezték tudománynak, azt vallásnak, hitnek, vagy ilyen nem tudományos, áltudományos dolognak nevezték. De a mai világunkra eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag az összes olyan dolog, amit eddig az áltudományok vagy a hitek világába soroltak, az most már mind mérhető. Tehát összeért újra a két rész, és úgy gondolom itt lenne az ideje ezt komolyan is venni, hiszen kialakult két nagy tábor, ugye a tudomány, benne az orvosok, a kutatók, meg kialakult a természetgyógyászat, a lélekgyógyászat, az ezotéria, az akupunktúra, és mind a két oldalon hatalmas tudás van. De valahogy nem akar összeérni a kettő is. Úgy gondolom, hogy ennek itt lenne az ideje, hogy ezeket újra összegyúrni, mert egyik oldal se tud egy most elért egy olyan szintre, hogy nem tud tovább lépni. Szerintem én, legalábbis én ezt látom a magam körül, hogy le kéne ülni beszélgetni ezeknek a szekértáboroknak. Visszatérve a lélekre, az én meglátásom szerint, ugye idézted az előbb a Bibliát, hogy az Isten hogyan teremtette meg az embert. Az én véleményem szerint nem a fizikai embert lett megteremtve, hanem a lélek lett megteremtve, és a lélek épít mindig fizikai testet magának, amikor újra lejön a mondjuk a Föld nevű, hát én sokszor ezt tudom a Föld nevű játszótérre, és ez a reinkarnáció sorozata, tehát a lélek jön, épít egy fizikai testet, és utána elmegy. És az előző életeinek az információja, ahogy milyen feladatot vállalt a lélek, azt hogyan sikerült teljesíteni. Ezek az információk mind meg vannak őrizve. Valahol mondjuk egy kristálykönyvtárban, vagy amit neveznek akasának is, vagy a különböző kultúrákban más néven. De ez így logikus. Nekem, mint mérnök, vagy mint kutatónak, ez így teljesen logikus, hogy ez így van. Az, hogy mi nem látjuk a lelket, meg nem értjük, hogy ez az egész hogyan működik, meg a dimenziók hogyan működnek, ugye az nem azt jelenti, hogy az ilyen nincs. Az azt jelenti, hogy még nem értünk föl oda, hölgyeim és uraim, igen. Meg téged is kérlek egy nagyon rövid esettanulmányt mondani kell, természetesen név nélkül. Felhív egy 50 körüli úr az Európai Unió valamelyik országából. Magasz Béki úr, igen, én ez és ez vagyok, innen, onnan, amonnan. Az ember pár szóval kérdezett, hogy keveredett oda, miért szökött el a magyar hazától, stb. Mikor ezeken az udvariasságon túl vagyunk, akkor megkérdezem, hogy minek köszönhetem, hogy megszólított. Erre elmondja, hogy több mint 50 éve, figyelj nagyon, atópiás dermatózis vagy dermatitis az egész teste 4 éves kora óta, legalábbis ő így emlékszik, és az alatt, ami minden kenőcsöt, krémet, ezt, azt, emeztem, az biológiai terát, minden, kipróbáltak, semmi nem használt, és majdnem sírva mondja, hogy végső kétségbe esésébe fordult hozzám. Kérdezem tőle, hogy minek tisztelet azért? Hát azt mondja, magától az a hír járja, hogy másképp beszél a betegekkel. Na, ez így van. Kapaszkodj, figyelj, nagyon érdekes. Elkezdtem beszélgetni vele a gyerekkoráról, és az első kérdés az volt, hogy szerelem tüzébe fogant-e, vagy csak úgy becsúszott. Erre már elhalkult a hangja, és azt mondja, hogy hát csak úgy becsúsztam. Mit kapott a szüleitől? Mire emlékszik? Azt mondja, apámtól semmit, rám se szólt, úgy nézett rám, mint egy üres ablak keretre, szó szerint mondta. Anyám pedig más se csinál, csak hol szíjjal, hol kötéllel, hol azért, agyba főmevert. Hát, hölgyeim és uraim,
ezt a szegény embert ezt hótig lehetett volna kezelni az atópiás dermatózissal, amíg valakinek eszébe nem jut, megkérdezi, hogy mondd már, hogy érzed magad, mi nyomja a lelkedet, mi az, amit eltemettél magadba, mi az, amiért menekülsz egész életedbe, mi az, amivel nem mersz szembenézni, mi az, amivel szégyeled magad. És amíg ezeket az oldásokat meg nem csináljuk, ez nehogy azt higgye valaki, hogy regresszió, meg hipnózis, vagy valami hóka-póka. Nem, nagyon egyszerű. Mondom, tessék elmondani, mi atyánk legnehezebb során, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, tehát a megbocsátásról van szó. Na, elég az elékhez, hogy hosszú hangos zokogás, és azt mondja, hogy áldja meg a Jóisten tanár úr, végre egy embernek elmondhattam azt 50 év alatt, amit soha senkinek nem mertem elmondani, ami elől egész életemben menekültem, és ami miatt bélgyulladásommal, atópiás dermatózisnak lelki eredetű bélműködési igen. zavar, és így tovább hosszú erő, már sokat beszéltünk. Igen. Ja, ez a magyar tökéletesen nyelvben, rendbe fog jönni. Tied a szó innen. Ja, a magyar nyelv az ez ilyen szempontból is csodálatos, hogy olyan tudás van benne, hogy ez sem, most kezdjük azért ezt már érteni, például az előbbi eset is, hogy ki beszéli magából. Ugye a problémákat be lehet beszélni valakibe, vagy magamnak is bebeszélhetem, de ki beszélni is ki lehet. És az, amit most mondtál például, ez teljesen erről szól, ugye, hogy ki beszéli magából az ember. És ugye például a dagantos megbetegedések, vagy az ilyen hosszú ideig tartó krónikus betegségek hátterében legtöbbször valamilyen ilyen lelki probléma áll. És ha azt az ember ki tudja beszélni, ez a jobbik eset. Vannak olyan, ugye olyan megcsontosodott problémák, ahova kell már valami segítség, akinek a segítségével ezt ki lehet beszélni, vagy ezt az energiaoldást meg lehet csinálni. De hogy ez működik, ez teljesen biztos. Sajnos ugye azon a másik oldalon ezt nem fogadják el, holott egyértelműek az eredmények. De ha leülnének egymással, akkor olyan csodákat lehetne itt létrehozni. És én hiszek abban, hogy ebbe az irányba megyünk, hogy ugye az egészségügy az talán nem lesz a végtelenségig a gyógyszergyártók markába, és egyszer csak talán oda is eljutunk, hogy akkor lesznek az orvosok igazán megbecsülve, meg akkor keresnek sok pénzt, ha nem lesz beteg. Ha kevés lesz a beteg. Ha sok lesz a beteg, akkor az orvosok nem jól dolgoznak. Ezt... Teljesen igaz, amit mondasz, de akkor engedd meg, hogy még mélyebbre ássak, és utána átadom a szót, és hallgatok, csöndben van. Következőről van szó, hogyha a lelki okokon kívül igazán a materiális okokra illő visszamenni, akkor megint a Genezis könyvéhez, a Teremtés könyvéhez kell visszanyúlni, és onnan megtudhatjuk, meg természetesen a tudományos alapon is, hogy a világűrben, a mi bolygónkon először a mikrobiológiai élet indult meg, méghozzá prokarióták formájában, sejtmag nélküli élőlények formájában, aztán később lettek eukarióták, és ez a teremtés, ez bennünk, az életünk minden pillanatában ismétlődik. És ezt az ismétlődést úgy nevezzük, hogy korporális mikrobiom. Tehát nem csak az emésztőrendszerben, hanem mindenhol. És az a döbbenetes, hogy amire azt mondjuk, hogy bél-agytengely, ez nagyon kevés. Bél-vese, bél-szív, bél-idegrendszer, bél, stb. Mindenhol vannak ilyen úgynevezett tengelyek, ami alapján egyértelművé válik, hogy az anyagcsere állapotunk megfelele a teremtés rendjének, vagy nem, eukarióták vannak-e bennünk, vagy pedig gram negatívok, gram pozitívok, vagy valami egyéb,
és azok tele vannak neurotoxikumokkal. Igen. Parancsolj. Igen, hát ez a sok tengely, amit említettél az előbb, ez is azt bizonyítja, hogy egy olyan belső kommunikáció van a testünkbe, az aggyal való kommunikáció, és itt az agy az a központi komputer. Ugye a lényeg, ahogy az elején is beszéltünk, az a szív, hiszen most gondoljunk bele, amikor valaki azt mondja, hogy én, hova mutat ide a szívére, hogy én, nem ide mutatom az agyára, hogy én, hanem ide, itt van az én, és ez is, ebből most már nagyon sok mindent tudunk, mert azért szerencsére vannak olyan kutatók, orvosok, akik elindultak azért ezen az úton is, ezen az alternatív úton, és elmerik hinni, hogy ez mögött, az egész mögött van azért egy mélyebb világ is. Most ha visszamegyünk a Szent Györgyére, mert az előbb említettem, én sokszor hivatkozom rá, mert én az egyik legnagyobb kutatónak tartom, aki itt a 20. században született, hogy ő fogalmazta meg először ezt az élő anyag, hogy az anyag élő állapota dolgot, és ugye a tudomány, a fizikai kémia, vagy a fizika, ezt azóta is, ugye ez ki van mondva törvénybe, hogy az élő anyag fenntartásához energia kell. Ugye az entrópia, az mindig csak nő. Tehát a rendezett, vagy magára hagyott rendszer, az mindig ott a rendezetlenség nő. Tehát megy a káoszba. Ezt persze úgy kell érteni, hogy az élő rendszerekre igaz, ez csak az élettelenre annyira nem. És ugye a Max Planck óta azt is tudjuk, aki a hullámmechanika, illetve a kvantummechanika megalapítója, és ezért kapott ugye a Nobel-díjat, ő volt az első, aki ezt létrehozta, fizikailag leírta, hát ő is már elmondta, akárhonnan számolja, jobbról, balról, alulról, mindenhonnan, arra a következtésre se jutott, hogy az anyag, különösen az élő anyag fenntartása egy külső, eddig ismeretlen, láthatatlan energia nélkül nem lehetséges, összeomlana a rendszer. És azóta is nézegetjük ezt a, vagy akár Einsteinnek az E=mc² nézet, energia egyenlő anyag. Tehát, és akkor ott oda ki van írva mindenhova, látjuk ezt a képletet, de mégsem merjük elhinni, hogy az energia és az anyag pedig már milyen régóta tudományosan is be van bizonyítva. És tehát olyan információk kerülnek itt elő, amiket egyszerűen nem lehet most már a szőnyeg alá söpörni, mert egyszerűen az egész tudomány nem magyarázható ezek nélkül, vagy amit mondtál az előbb, az evolúció, ugye létrejöttek a prokarióták, aztán ezek beépültek a nagyobb sejtekbe, aztán ebből lett a sejtmagos rendszer, ugye az eukarióták, és az egész rendszernek az energiatermelését a mitokondriumok hozzák, azok tartják fent tulajdonképpen, amik régen baktériumok voltak, és most már ezt is kiszámolták, és ez döbbenetes, hogy 1 gram mitokondrium több energiát termel, mint a nap anyagának 1 gramja. Tehát ezt, hogyha belegondolunk ebbe, ez ilyen hihetetlen, még egy kutató szemével is. Tehát nem lehet ezt nem észrevenni, hogy olyan energia rendszerben élünk, olyan hatalmas energiák kellenek ahhoz, hogy az élő anyagot fenntartsuk, hogy ezzel egyszerűen muszáj foglalkozni, mert a tudomány erre még nem adott magyarázatot. De bocsáss meg, ez hogy mondjam, nagyon szíven ütött. Tehát ezek szerint akkor a mitokondriális energia több forrásból táplálkozik, mint a nap, tehát akkor az univerzumnak az összes ismert és ismeretlen forrása ezek szerint benne kell, hogy legyen. A bolygók, az égitestek, a galaxisok, a szupragalaxis, a sötét lukak, ezek szerint akkor abban minden benne kell, hogy legyen. Biztos, tehát, hogy benne van. Nem egy ezek talán ilyen kapuknak lehet ezt elképzelni, ami a tehát több energiát termel, azt jelenti, hogy ő átadja az energiát, lefordítja, átfordítja azokat a
az energiákat, amiket mondhatnám azt, hogy még nem ismerünk, persze ezt sem hiszem, hogy nem ismerjük, csak az, ez a része a tudománynak, ez mélyen el van zárva az emberek elől, tehát nyilván vannak, akik ezt pontosan tudják, hogy ez hogy van, de ez nincs közreadva. Tehát a mitokondriumok egyszerűen áthozzák azt a rengeteg energiát, amivel egy élő rendszert fenn lehet tartani. És ez elképesztő mennyiségű energia. Vagy kiszámolták már kutatók, például a növényeknél, ugye ugye a növényi légzés, hogy ott hol keletkezik az energia, hogy amikor a fotonok előállítják a levelekben a klorofil molekulákon keresztül az energiát. És ott is az egy mini reaktor, elképesztő mennyiségű energia keletkezik ott egy ilyen rendszerben, csak mintha egy atombomba robbanna fel, csak olyan pici, hogy nem tud kárt okozni, hanem ez fenntartja az élő rendszert. Tehát erre a C6H12O6-ra gondolsz? Igen. Tehát hogy az, hogy a napsugárzásból, a fotonokból anyag teremtődik, tehát fizikai anyag, ugye szerves anyag, ott olyan energiák mozdulnak meg, legalább, mint amit az előbb mondtam a mitokondriumoknál. Csak olyan kis térben és olyan kis helyen, hogy azt ugye nem fog felrobbanni egy levél attól, hogy nap rásütött a nap, de ha ezt fajlagosan nézem, mondjuk köbb centiméterben előállított energiában, akkor az vetekszik az atombomba vagy a nap fúziónak az energia rendszerével. Tehát sok minden... Ha az egészségbetegség fogalmát próbáljuk innen megtekinteni, és tisztelettel kérlek, mert hogy itt nézem az órát a kezemet. Nagyon megy, igen. Leállt a műsoridő. Innen kéne folytatnunk, hogy ha mindez igaz, akkor miért nincs bent az orvosi közgondolkodásba? Kik azok, akik keresztbe teszik a sorompót, vagy keresztbe fekszenek az úton, milyen érdekből, és nekünk, akik a természetes élet és gyógymódokkal foglalkozunk, nem a kuruzslással, a tudományos alapon és a hit alapján levő dolgokkal, mi a feladatunk? Merjünk-e szembe menni ezzel a hatalmas ellenerővel, vagy pedig kivont karddal, még nagyobb hittel, még nagyobb szívvel, még nagyobb lélekkel a tudást igyekezünk átadni, és az, hogy az illető önmaga jusson el az öngyógyításra. Jó, gyere be, János, még egyszer is megbeszéljük, jó? Oké, köszönöm. Köszönöm szépen. Én is. Hölgyeim és uraim, dr. Csicsa Jánossal, kutatófejlesztő mérnökkel beszélgettem. Talán inkább úgy mondanám, hogy a teremtés filozófiájáról, hogy mi a lélek, hogy honnan van, mi a lélek forrása, hogy kerül belénk, meddig van bennünk, és utána hogy távozik. Műszaki kollégáknak is köszönöm az adás lebonyolítását, önöknek, hölgyeim és uraim, hogy együtt voltunk. Nagyon kérem, gondolják végig ezt a műsort, nézzék végig többször, és utána egészen másképp fognak bánni a fizikai testükkel. Legközelebbi viszontlátásig is. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak az egészségükre, mert abból csak egy van. Béki László műsorát látták.